Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkottassatok saját véleményeket. Kezdjük is a Mester 3-as, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még újjanak ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor nézzük is tovább, kriptorán is nagyon sok hasznos információt, tananyag oktató videót találtok, úgyhogy nézegessétek csak itt is a dolgokat. És akkor kezdjük a világgazdasági hírekkel. Első körbe, közérdekű történet. Ja, hangot adok rá, pillanat. Még egy hétig pályázhatnak a 18 éves fiatalok az uniós vonatjegyre. A Discover EU programban idén 60 ezer fiatalt választ a pályázók közül az Európai Bizottság, országonként az adott állam EU-n belüli lakosság arányának mértékében. Hoppa, úgyhogy fiatalok, ott lehet pályáztatni még egy hétig őket, hát ha kapnak ingyen vajon, hogy aztán mehetnek jobbra-balra az Unióba barangolni. Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy a mélyponton a francia méztermelés. Ja, ez se gyenge, hogy 80%-kal csökkent a méztermelés az elmúlt 25 évbe. És akkor ez mire köszönhető? 1000 tonnára esett vissza. A mély családok mennyiségét az éghajlatváltozás mellett erősen befolyásolja a ragadozófajok, például az ázsiai szarvasfélék érkezése, valamint a neonikotinoid növényvédőszerek tömeges használata. Hát ennyi, nyírjuk ki a természetünket sajnos. Na tovább, az EU-tól vár gyors segítséget a nehéz ipar az elszabadult energiaárak miatt. Ebben az üzemben az áram az összes költség 80%-át adja, tavaly ez az arány még 50% volt. Ez nem mindegy, hogy elszabadultak az áramárak, miközben ugyebár ingyen energiánk lehetne Magyarország, olyan írtam is, hogy talán bőséges vulkanikus kőzeteken fekszik, hogy már rég kb. Az egész ország ingyen energiából mehetne. Csak hát a gazda inkább lepaktált egy 15 éves gázvásárlási tervre Putyinékkal, mert abból tudják megszedni magukat. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy CNBC-s hírek. Igen. És akkor, ja, egyszer hát a Chartmaster, ezt nem tudom, hogy a jó Istenbe csinálta, úgy szarrá kell torzítani az egész, így össze kell nyomni az egész táblázatot, egész árdiagramot, hogy valami hasonlót lehessen csinálni, mint ez a szerencsétlen csinál. Ez mindig valami fasságot mond, 20 ezernél azt mondta, mindenki adja el, mert vissza fog zuhanni, utána így lőtt ki az égbe, 30 ezernél le fog esti, utána így lőttünk ki az égbe, össze-vissza beszél a CNBC is. Az árdiagram mesterük, úgyhogy ez tiszta vicc az a pali. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy trading a discount, mi ez? Mi a következő a Bitcoin ETF-eknél? Igen, itt a Grayscale-nél ez érdekesség, mert hölgyemény azt mondja, hogy de mondja, meglátjátok, hogy a Grayscale-nek most annyira lent van az ára, hogy már be akarják dönteni a Grayscale-t aztán, amikor ETF lesz, és akkor olcsó Bitcoint akarnak venni, hogyha bedöntik az egész céget, ki lehet, hogy erre is utaznak. Érdekes, amiket itt mondanak. Azt mondja, jaj, van már rajta felirat. A 6-month lock-up period of initial investments in that fund. Holders aren't... Tehát igen, ha Grayscale-nél valaki vásárol Bitcoint, akkor, vagy GBTC-t, akkor fél évig nem nyúlhat hozzá a pénzé, amit betett, addig nem veheti ki, meg semmit nem csinálhat vele. Able to redeem shares and react to Bitcoin's market price in real time. Sources have been telling me the traders in some cases are buying Grayscale. És a forrásaim, egyes forrásaim azt mondják, hogy a kereskedők egy része azért vásárolja a Grayscale részvényeket. Mert arra fogadnak, hogy össze fog omlani. Hogy össze fog omlani, hogyha egy ETF átalakul a Grayscale, és akkor utána olcsón tudnak Bitcoint venni, ha összeomlik az egész cég. Úgyhogy ez érdekes, ki tudja, mi van mögötte. Nézzük tovább. Jaj, ez jó volt. Jim Cramerék beszélgetnek itt. That with this ETF, which is about to launch. Ezzel az ETF-fel, amit most el fognak indítani. That we would actually see a run up and then a sell off. Are you? Fogunk látni egy felfutást, aztán egy eladást. Still there? Is that? Te még mindig ezzel az oldalon állsz? Yeah, I sold a tenth of my Ethereum yesterday. Igen, eladtam az Ethereum-nak a 10%-át tegnap. I sold a tenth of my Ethereum about 5 minutes ago. És még 10%-át eladtam 5 perccel ezelőtt, ezt még teljesen mondta az ember. Most, mikor megyünk fel az égbe, ő akkor eladta. Another 5, okay, so this is the second tenth, if you will. Yeah. Igen, akkor ez a második 10%-a, igen.
Yes, and here's why I feel about this. És itt van, hogy én miért gondolom ezt így. I mean, does anybody not know that there's an ETF? These things are up gigantic. I don't. Nem tudja mindenki, hogy van most egy ETF, ezek a dolgok óriásiak. I don't want to hurt Mike Novogratz's feelings, so don't worry. És nem akarom megsérteni Mike Novogratznak az érzéseit. He won't. De nem aggódnak azon, így is úgyis meg fog sértődni. De én úgy gondolom, hogy vannak olyan szintek, amikor el kell adnod. I know that the orthodoxy says that selling is criminal. Tudom, hogy hagyományosan azt mondják, hogy az eladás a bűnözés, bűncselekmény magába eladni bármit is. But I don't care. I like me. De engem nem érdekel, én szeretem a papírkész is. Paper hands, Mr. Kramer. Jó, és hogy mondják, hogy megértem. Papírkész, Mr. Kramer, papírkezi vagy. Jó, itt elkezd nyígni, meg mondja, hogy jaj, de miért, meg már Twitteren is, már mindenhol ezzel szivatják, már a gyerekek is érvennek felnézni a Twitterre, meg ez az. De a végén mondják itt még az érdekességet. It's, you got Gary Vaynerchuk coming up. You know they wreck Twitter, but you know they wreck Twitter, right? Don't I know it. Twitter doesn't want to do anything about it. One of the things that's great about Twitter is all they care about is how many users. They don't care. Igen, Twitteren azt mondja, csak az érdekli a Twittert, hogy hány felhasználó van rajta. What they care about is how many people they drive out, like you, like me. Nem érdekli, hogy hány embert drive out, ezen úgy gondoltam, hogy téged, engem, hány embert drive-at vezetnek ki az egész piacból. Én most ezzel arra gondolok, hogy ők mondják ugyebár nekünk itt a híreket a tévébe, közben meg a Twitteren meg pikpak rögtön jönnek a hírek az embernek a telóra kezébe másodpercre rögtön, amikor kijön friss. És hogy azért, hogy már őknek is se lesz ilyen szerepük, tehát így változik meg a világ is ilyen szempontból. Erre utal ezzel szerintem. Joe, so they can have all the which is better, Twitter or Facebook? Or worse? És az a legjobb még itt a végén. Kérdezi a másik ember, hogy melyik jobb, a Twitter vagy a Facebook? Vagy melyik a rosszabb? Jaj, na oké. Nézzük tovább, következő... Ja, ezt nem néztem meg, jó, ez a kettő volt, kitkonyúzt az végül, nem néztem meg. Oké, tovább, haladjunk és kezdjük a mai hírekkel. Azt mondja, hogy mi mindenünk van mára, első körbe. Teli, hogy van, porvettem, még cigiztem egyet, pedig szoktam ezért mielőtt elkezdve a műsort. És akkor ezért a Bitcoin a teliholdra száll, teliholdunk van. Én nagyon úgy látom. Úgyhogy be is indult a Bitcoin kőkeményen. Azt mondja, hogy... Hűhűj, hogy legyen a kezdőkép, hogy bele is férjek, meg jó is legyen, meg minden fasza legyen valamilyen. Csak lesz ebből, zsír, megyünk felfelé. Ja, meg még ilyeneket is, meg minden. Lehet, hogy még ez lesz, hogyha benne marad valahogy a csilingelős. Hát a hangja nem lesz, de a képnek. Felhasználom minden audiovizuális repertoáromat, amit begyűjtöttem az utóbbi időben. Mondtam már, hogy anyós nyelvet is akarok, vettem a útkor az osamban. Nagyon gagyi, de azért nézzük, mit csinál. Jó, valami volt benne. Na, azt mondja, hogy a Bitcoin átszállt, meghaladta 66 ezer dollárt is. A all time high, ugyebár all time high a világ idők legmagasabb ára. Az all az a mindig, a time az idő, a high meg a magas. Világ idők legmagasabb ára, soha nem volt még ilyen magasan az ár, és akkor ezt szoktam én úgy irkálni, hogy újra átütöttük a plafont, mert végülis ez a lényeg az all time high-nak. Oké, és akkor, ja, ezt csak azért jelöltem ki, mert hogy ezért a kezdőképben legyen az ajna fehérrel, legyen zöldel is. De amúgy jó, hát ebben számok vannak, ez a vegy, de azt hiszem, hogy sokkal résztesebben átnézzük az árnyalgalmazásnál. Első hír, második hír. Az elemzők azt mondják, hogy a 200-300 ezeres bitcoin ár, mintha be lenne programozva. Még azt is mondják, hogy még a közelében nincs a plafonnak a bitcoinnak az ára most itt jelenleg. TechDev mondja ezt, TechDevet megint csak Béla az utóbbi időben, utóbbi hetekben minden nap kb. TechDev nézi a kimutatásait, vagy előrejelzéseit, hogy milyen irányba olyan 250 körül mondanak, 200-300 közt az árakat, crypto meeting az ma nem lesz, úgyhogy tudtam is legalább hamarabb kezdeni. Na jó, és akkor... Igen, a bika mentalitású előrejelzők élvezik az örömét a korrekt előrejelzéseiknek. Azt mondják, hogy szépen, mintha már be lenne programozva a 200-300 ezer a bitcoinba. És 23 órával ezelőtt, október 19-én a hírhedt bitcoin elemző Plan B kitett egy ilyen pipát, hogy a 63 ezer is pipa.
amit még június 20-án írta ezt az ember, hogy a legrosszabb esetben a bitcoinnak az ára 2021-re, ezt június 20-án írta, hogy augusztusban 47 ezer lesz, szeptemberben 43, októberben 63, már itt is vagyunk túl, is léptük, novemberben 98, decembernek 135 ezer. Ezek a legrosszabb verziók szerint. És akkor eddig 3-ból 3-at tök jól eltalált az ember, még 2 van hátra itt évvégéig. Nézzük tovább, TechDev meg másik oldalról azt mondja, hogy még közel se vagyunk a plafonhoz. Ő meg ezt szeptember 24-én tette ki, de minden nap kitesz valamit. Itt is a 200-300 ezer közé, hogyha tovább vetítette a logaritmikus árdiagramba, hogy hogy megyünk, akkor 200-300 ezerre jön ki. Itt a ciklusnak a vége már. Az már jövő év elején van, ahogy látom neki, ha jövő év tavasszal. Jó, nézzük tovább. Ha jönnek a komolyabb hírek. Na hát komolyabb, hát ez kurva jó, hogy oltány hájon vagyunk, meg izé már végre mindjárt meg, már 65 ezer fölött vagyunk. Na de nézzük a izé combosabbakat. Azt mondja, hogy a ProShares Bitcoin stratégiai ETF, ja tök mindegy, a tegnapi USA-ba kiadott Bitcoin Futures ETF, debütált itt a BITO rövidítéssel, ugyebár, és majdnem $1 billió értékben kereskedtek vele tegnap. Úgyhogy azt mondják, hogy igen, majdnem $1 billió értékben ment tegnap csak egyetlen nap alatt. Azt írták, hogy jelenleg 993 milliónál áll, de még mindig folynak be az eladások, vételek, eladások, a kereskedések. És mondják, hogy igen, akárhogy is nézve, ez a legkomolyabb nap, amikor valaha ennyi ETF-et eladtak, hogyha a természetes kereskedelmi mennyiséget nézzük, és több mint 99,5%-kal többet kereskedtek Bitcoin Futures ETF-ben, mint bármilyen más ETF-be, beleértve a DIA-t, az ARKK-t, meg az SLV-t, és ez határozottan túlszárnyalta az elvárásait mindenkinek, és azt mondják, hogyha ha nem vesszük ki azokat az ETF-eket, ahol az első napi kereskedelmi mennyiség szó szerint egy előre tervezett óriás befektető, mint a BYOA például, nem természetes befektető, az halálra tolta, hogyha még ezt is benne hagyjuk, akkor meg a második, de hát az túl volt manipulálva, előre le volt szervezve az egész. De ahhoz képest, ennyi ETF-et még soha nem vettek, ilyen értékben soha nem kereskedtek, mint most a Bitcoin Futures ETF-el. De azért mondják, hogy holnap a kereskedelmi mennyiségeket még mindig érdekes lesz nézni, és hogy mennyire fog visszaesni az ára a földre, vagy mennyire fog magasan maradni. Oké, hát ha ezt mondtuk, akkor nézzük itt gyorsan bele, csak a BITO-t nézem most, még nem is a Bitcoin. BITO, júj, 43 és félen van a BITO, 40,88-an indult tegnap, tehát ez felfelé megy kőkeményen még mindig a Bitcoin Futures ETF. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. Bitcoin Futures, igen, az egekbe szakadt az érdeklődés iránta, szintén ugyanarról van szó a hivatalos induláskor. És ebben mi van benne? Aha! Bitcoin Futures, hogy hol vesznek Bitcoin Futures-öket, a Binance-en vesznek a legtöbbet, $5,5 billió értékbe, 23%-ot ezt teszi ki az FTX a második, 4 billióval, 17% CME a harmadik, 3,5 billióval, 15% Bybit a negyedik, 3 billióval, 12% és az OKX az ötödik, 2 billióval, 9%, 10% környékén. Jó, ennyi volt, nézzük tovább. Ja, de miért volt ez a... Ja, mert az ETF-ek, ez a harmadik ETF-es, igen. Gary Gensler megmagyarázza, hogy az USA tőzsdefelügyelete miért hagyta jóvá a Bitcoin Futures ETF-et, miközben még a rendes Bitcoin ETF-et azt még nem hagyták jóvá, bár már az is eltelt egy 2-3 hete, hogy kitolták azt megint 90 nappal, tehát lassan már az is 2 hónapon belül rendes Bitcoin ETF, még lehet, hogy az is lesz itt karácsonyra. Oké, azt mondja, hát ez tegnap ezeket is CNBC nyomta az öreg, úgyhogy ezért megnézte a kettő videóját, de olyan nagyon sok fontos dolog nem volt benne, itt le is írják kb. A lényegét. Mert azzal indokolta, hogy a Bitcoin Futures már a testvér ügynökségük, ez amúgy a sibling, azt nem is tudtam, hogy sibling, mert angolul ugyebár sister, brother meg sister, bro meg sis, úgy van, hogy fiú testvér meg lány testvér, de ez a sibling, ez azt jelenti, hogy testvér. Itt is, hogy fiú vagy lány, ezt lehet mondani, mert ez natúr testvért jelent, tök mindegy, nemtől függetlenül. Na jó, tehát az testvér ügynökségük, a Commodity Futures Trading Commission, az alapanyagkereskedelmi szövetség, ahol ő is megtisztelt és dolgozott 4 éven át, kriptoprofesszorunk,
Ők már évek óta figyelik a Bitcoin futures-t, mert hogy a CME-nek, Chicago Mercantile Exchange-nek is van Bitcoin futures-e, ugyebár ők már 2017 óta, akkor csinálták direkt a Bitcoin, amikor le akarták törni az egészet, úgy megindult 17-ben a Bitcoinnek az ára, ezzel tudták beledöngölni a földbe, hogy kioptak egy ETF-et rá, és akkor direkt, de hát most teljesen más a leányzó fekvése a mai ebben az évben. Azt mondja, hogy és akkor a rendes Bitcoin ETF-et pedig nem kommentálta, hogy mikor fog kijönni. Hát itt mondták neki, hogy voltak fú, vagy, de 3-4-5 dolgot elmondtak, hogy hol vannak kiskapuk, hogy lehet belekötni, miért lehet rossz, inkább nem is válaszolt rá. Úgyhogy maradt ennél, hogy csak a Bitcoin Futures ETF-ről beszél. De azt mondja, mert hogy igen, mert hogy a CFTC az már évek óta a CME-t is figyeli, meg minden egyéb, tehát ők már olyan régóta, évek óta figyelik a Bitcoin Futures ETF-et, hogy ez most így ezzel nem lesz gond, hogyha jóvá is hagyták ezt most az USA-ba is az újat. Na tovább. A Coinbase. Aha, a Coinbase lesz az exkluzív kripto partnere a teljes kosárlabda, hú, minek hívják ezt, üzletágnak, vagy sportnak az USA-ban. Azt mondja, hogy mindenféle, a rendes NBA, női NBA, a teljes USA baseball csapatai, mi mindenkinek a Coinbase fogja intézni itt a kriptóval kapcsolatos dolgokat. Igen, és akkor mondják is, hogy ahogy megkezdődik az NBA-nek a 75. éves szezonja, ez október 16-án kezdődött, vagy hogy még valamikor felírtam, hogy azelőtt is érdemes lett volna izét venni. Ja, nem tudom, ja, a chillist, mert talán itt is fogják nyomni majd a chillist is, na mindegy. De ami a lényeg, hogy a Coinbase-nek a márkája fel fog tűnni a nemzeti TV, a sugárzásokban, a TV adásokban ott lesz már, hogy Coinbase. Úgyhogy ez megint hatalmas hír, nyomják szépen a hírét az egésznek, hogy léteznek kriptók a világba belefele, mert ez a második legnézett, talán a kosára második legnézettebb, mert az első az amerikai foci az USA-ba. Úgyhogy még egy pozitív hír. Tovább, a Facebook, hát a Facebookot az pirossal, mert hát a Facebook az, hogyha úristen, hát a saját, aki órákat tölt el a Facebookon, az gondolkozom el azon, hogy inkább a saját életén gondolkozom el, hogy mit akar kezdeni az életével, mi a célja, ne másokat nézze, hogy mit csináljanak, mert ennek úgy attól sehova nem fog haladni saját magától, fölösleges időpazarlás az egész. Na jó, a Facebook Novia elindult, ez egy kriptoprénztárcája a Facebooknak, Guatemalába és az USA-ba tesztelik a Pax-nak a dollárjával. Igen, egy pár tesztprogramot elindítottak, hogy letesztelik két országban, Guatemalába, illetve az USA-ban, és a teszt lehetővé fogja tenni a Novi számára, hogy minden fő funkciót leteszteljenek, és megnézzék, hogy mit kell még fejleszteni rajta a hivatalos indulás előtt. És a Novi a Pax dollárokat fogja használni, mint a fő valutája a tesztek során, de David Marcus, a Facebook pénzügyi igazgatója azt mondta, hogy még mindig azt tervezik, hogy a DM-et a Facebooknak, a DM azelőtt Librának hívták, még tavaly ilyenkor még Librának hívták, a legelső videómban én is úgy tettem, azóta már megváltoztatták DM-re a nevét, de még mindig semmi komoly hír nincs róla, hogyha az zöld lámpát kap a törvényhozóktól, hagyják, hogy megcsinálják ezt a DM-et, ezt is ilyen világvalutának akarja a Facebook csinálni. Akkor utána átállnak majd arra egyelőre a Pax dollárokkal tesztelgetik. Ebben szerintem nem is igen, mert olyan szépen leírták a lényeget, ahogy végigolvastam, itt volt az aljában összeszedve minden, úgyhogy ez itt a lényeg meg is volt. Tovább a Chain, a Lizis, most már ők is pénzügyi mérlegükön ott a Bitcoin vettek ők is a cégnek, a Chainalysis egyébként 4,2 billió dolláros cég, ugyebár ők ilyen blokklánc elemző cég, mint Crypto FBI, minden egyebeket vizsgálgatnak. És a NYDIG-tól vették minden, hát a legnagyobb cégek mindenki a NYDIG-gal áll össze, New York Digital Investment Group, hogy Bitcoinbe tudjon fektetni, és a NYDIG pedig a Stone Ridge vagyontárkezelőnek a leányvállalata, vagy a befektetési egyik ága, a NYDIG, igen, meg is fogja őrizni, megőrzést is biztosít a kriptóknak, és akkor Michael Groninger, a társalapító és a vezérigazgató a Chainalysisnek úgy kommentálta, hogy hogy irgalmatlanul trill, hát thriller, na mindegy, le vagyunk sokkolva kb., hogy a Bitcoint végre feltehetjük a vállalatunknak a befektetési portfóliójára, és ez az első alkalom, hogy a Chainalysis Bitcoint vagy kriptót vásárol, és folytatni fogjuk a vásárlást, más kriptókat is fogunk venni,
mint potenciális jövőbeni befektetések. Nézzük tovább. Az oroszok már azt fontolgatják, hogy részlegesen le fogják váltani az USA dollárban lévő tartalékaikat kriptóra jövőbe. Azt mondja, hogy igen, orosz külügyminiszter úgy látja, hogy igen, hogyha kriptóba fektetnek, akkor nem fognak annyira függni az USA dollártól. És ezt azért is próbálják, hogy ellensúlyozzák a negatív hatásait, mert az USA annyi szankciót hozott már az oroszok ellen, hogy azt akarják ezzel kivédeni, az oroszok igen, hangsúlyozzák a de-dollarizációt, hogy leépítik a dollárt az országba, és akkor inkább aranyba tartanak tőkét, meg kriptóba, meg minden egyébbe. És akkor ha már igen, a szankciók azok még mindig meg fognak maradni, jelenleg az EU nem szankcionálja az oroszokat, nincsenek szankciók kiadva EU részről, de USA dollár részről vannak, vagyis euróban, aha, euró mint pénznemben történve nincsenek szankciók alatt az oroszok, de USA dollárba értve szankciók vannak rájuk kiadva, és úgy magyarázzák, hogy ezeknek át kell menni az USA bankoknak átvizsgáló rendszerén, és akkor Washington bármilyen tranzakciót, orosz tranzakciót bármikor leállíthat, hogyha ők gyanúsnak gondolják. És USA le fogja váltani, USA már az oroszok le fogják váltani az USA papírpénzt egy másik nemzeti, más nemzeti vagy regionális valutákra, és a jövőben valószínűleg kriptóra is le fogják váltani, kriptóba is be fognak fektetni. És igen, ez azután történt, miután ezt nyilatkozták, miután Putyin figyelmeztette Washingtont, hogy az USA saját maga alatt vágja a fát, azzal, hogy alá ássa a dollárt azért, hogy politikai hasznot, monetáris politikai haszna legyen belőle, ezért ugyebár elértékteleníti meg a levegőből nyomtatja az USA dollárokat. És akkor a CNBC-vel CNBC interjúolával, az milyen szó, semmilyen. Na mindegy, interjúolójával, hogy hív, nem ugrik be a magyar szóra, mindegy, journalistájával, de utálok ki különböző szavakat használni, na mindegy, riporterével legyen, jó. A CNBC riporterével beszélve az orosz vezető, ugyebár Putyin beismerte, hogy a kriptovalutáknak van értékük, és van joguk is a létezéshez. Azt mondja, hogy nézzük tovább. A konszierzsén házi úr szolgálatok, catering, hát mindenféle milliárdos szolgáltatásokat biztosítanak a kriptobálnáknak, és 500%-kal növekedett az ügyfeleknek a száma az elmúlt 6 hónapban, és akkor van ez a concierge.io, ez egy exkluzív utazási szolgáltatás, amit a Travala hozott létre, vagy Travala fedez, Travala áll mögötte, a Travala ugyebár egy Travalánál kriptókért lehet utazásokat vásárolni, alapból ő is van a portfólióban 0,5%-kal, és bejelentették, hogy hozzáadták az új luxus szolgáltatásaikat azért, hogy a kripto befektetőknek egy sokkal inkább prémium rád segíthessenek ilyen prémium szolgáltatásokhoz hozzájutni, az államutazásaikat el tudják érni, meg ilyesmi. Igen, és a kriptovilág elitjét szeretnék ezzel szolgálni. És mint például olyan dolgok vannak itt, olyan tapasztalásokat, vagy élményekkel lehet gazdagodni, mint például egy 7 csillagos igló az Antarktiszon, egy teljesen inkluzív, all-inkluzív afrikai szafarik, vagy az, hogy egy japán kastélyba lehet megszállni. És várjunk csak, jó, ott nem is az. Itt még hát egyet mutatok, mert ez itt van egyébként az oldal, kicsit belepörgetek, concierge.io. Azt mondja, kik vagyunk mi, blablabla, bla, bla, privát gépek, privát szigetek, hogy még ne is legyen senki azon a szigeten, csak maga az ember. Exkluzív élmények, ezért tervezett étkezések, és akkor blablabla, mindenféle lambók, ez az amaz, magabiztosság, hogy lehet csatlakozni, és itt is írtva az van, hogy
akik szeretnének jelentkezni, 100 000 dollárt le kell tenni, és akkor majd abból lehet a későbbiekbe foglalásokat intézni nekik. És igen, jelenleg a várakozási idő az átlag közönség számára az túlmutat a 6 hónapon. Ennyi sok kripto csilliárdos lesz már lassan. Vagy milliómos egyelőre, csak maradjunk abban. Na jó, és akkor mondják, hogy igényt láttunk azzal kapcsolatban, hogy az utazásban nagyon szeretnének egyre növekszik a kriptóval történő fizetéseknek az igénye az utazási, ezért turisztikai szektorban. Az elmúlt plusz több mint egy évben, ahogy a kripto felhasználók száma nagyon gyorsan növekszik, amellett, hogy lassan, de biztosan már újra nyit a globális utazás és világszintű utazás, vagy turizmus is. És most azt látják, hogy nagyon gazdag kriptobefektetők, akik úgy akarják kényeztetni magukat valami mással, mint egy lambó, és akkor ezért 6 hónappal ezelőtt indították el áprilisban ezt a vállalkozást, ezt a concierge.io-t, és azt mondják, hogy azóta 500%-kal nőttek az ügyfeleiknek a száma. Hát itt azért megint nem ártani, örülnék, ha lenne itt egy szám, mert lehet, hogy 500%, lehet, hogy megnőtt 10-ről 50-re, az nem mindegy, azért az is 500%. Na mindegy. Vagy akkor 10-ről 60-ra, hogyha 500% pluszan, tök mindegy. Továbbá a cég megjegyezte, hogy a foglalásaik 100%-át kriptóval fizetik, és mondják itt a végén, hogy concierge.io segít az ügyfeleiknek megélni az utazási álmaikat na itt nevettem egy nagyot, a keményen keresett kriptójukkal. Hát ha valaki azt mondja, hogy szerintem ennél könnyebben az ember még nem keresett pénzt a világon, mint hogy vett kriptót és tartotta, és úgy volt kriptója, és nőtt közben az ára. De ilyen könnyen, hogy lesz? Jó, hát ez persze a sablonszöveg, ezt kell mondani, milyen szépen hangzik, hogy jaj, de keményen kerestem a kriptót. Hát úgy megy fel az ára, mint az állat, csak venni kell meg tartani, aztán ennyi. Hát azért tudnék ide mondani dolgokat, hogy a cégnél, hogy lefárasztanak, ha mindent csináljátok, ez is kell, az is kell, hát de két ember, ki fogja megcsinálni, nincs ember, nincs pénz, semmi nincs, legyen ingyen vagy olcsóbban, és legyen meg tegnapra. Úgyhogy ezekkel kell napi szinten, és akkor ebből mikor van 6, és akkor még a 20. napi szinten tűzoltás még rájön, úgyhogy na így aztán kevés pénzt keresni, az az egyik. A másik meg ugye bármikor disztókat heréltünk, meg moslékot szedtünk meg, ezért folyamatosan kórházból, öregek otthonából, rendőrségről, mindenhonnan. Na azért meg disztók, azt már mondtam, tök mindegy. Vágások, ez az. Úgyhogy van azért a pénzkeresetnek olyan módja, ami nehéz, a kriptó történő pénzkereset, az rohadtul nem az szerintem. Na jó, nézzük tovább, ennél könnyebb nem létezik a világon. Nézzük tovább. A Polkadot és az Ethereum, itt nagyon technikai dolgok vannak, a kiterjeszthetőségnek a jövőjét hogy építik fel, de szerencsére van ilyen konyhanyelves rész is benne, azt fogom felolvasni. Részvétel a probléma megoldásba, megpróbálják a sharding, a shard az egy szilánkot jelent, ilyen kis külön rész, vagy külön csomópont, nem tudom, hogy hívjuk, szilánk szó szerint, külön kis all részek segítik itt a nagy blokkláncokat, hogy tudjanak terjeszkedni. A kiterjeszthetőség az egy nagyon forró vitatott téma, miután a hálózatok elérték a határaikat az elmúlt évben. Annak ellenére is, hogy rengeteg Layer 2-es protokoll indult 2021-ben, ugyebár amikor például az Ethereumra ráépült a Matic, és akkor segített neki terjeszkedni egy plusz szint az egészen. Emellett a Layer 1 a magja, mint az Ethereum is, meg ilyesmi. A Layer 1-ek azok ezek a szilánk megoldásokkal, a sharding-gal, már régóta ez is a csőbe van, hogy ezzel akarnak tovább haladni, ezzel akarják kiterjeszteni magukat. És nem tagadhatjuk azt a tényt, hogy a mag technológiai szinten a Polkadot a sok minden kopint az Ethereumról, onnan szedi a dolgokat. Hát de alapból hát Gavin Wood is az Ethereumtól vált ki, és úgy indította a saját blokkláncát külön. Habár, amikor a technológiát nézzük, különösen Polkadot és Ethereum 2.0, mind a ketten ezt a shardingolós technológiát alkalmazzák. Ennek ellenére is van több komolyabb eltérés is a fejlesztők közt, a két fejlesztési módszer közt, Polkadotnál meg Ethereumnál. És egyszerűen mondva, az Ethereum 2.0-nak a beacon chainje,
az olyan, mint egy USB elosztó lenne, és ezek a szilánkok, ezek a sárdok, meg mintha USB kábelek lennének. És az egyetlen, csak azok a sárdok vagy szilánkok tudnak csatlakozni az USB elosztóhoz, úgymond, amikkel kompatibilis az elosztó, aminek ugyanolyan az egy csatlakozója. És a másik oldalról a Polkadotnak a relay chain-je pedig egy univerzális elosztóként szolgál, ami azt jelenti, hogy az összes para szál, ugye para láncok vannak a Polkadotnál, meg para szálak, azok gond nélkül tudnak haladni rajta, tök mindegy, mert univerzális az egész a Polkadotnál. Egy kicsit más irányból megközelítve, az Ethereum 2.0-nál a kormányzás az úgy van felépítve, hogy off-chain modell, nem a blokkláncon van, tehát az a lényeg, hogy valami nagyobb módosítást akarnak az Ethereumon végrehajtani, mint mondjuk jön a 2.0, akkor egy külön villát el kell ágasztatni, az egész blokkláncot le kell kapcsolódni róla, hogy egy új, más, komoly fejlesztést rá tudjanak vinni. De a Polkadotnál ez a kormányzási modell rajta van a blokkláncon, és autonóm működik, megadva azt a lehetőséget, hogy pikpak, nem kell leállítani az egész rendszert, nem kell külön blokkláncra elvándoroltatni a történetet, ott rögtön helyben mindent be tudnak frissíteni. Végül a validátorok, igen, a jóváhagyóknak a kiválasztási mechanizmusa is különbözik. A Polkadotnál ez is csak hát mondjuk egy egyszerűen, hogy jobb. A validátorok könnyebben tudják jóváhagyni, meg kevesebb is kell belőle. Tovább a Polkadotnak a paraláncai aukciói novemberben jönnek megint, amikor is a projekt be fog lépni az ötödik és utolsó fázisába, az indulási folyamata megkezdődik, ráverve ezzel az Ethereumnak a sárdolási megoldására egy nagy ütést, miközben a sárdolási verseny nem szükségszerűen fog úgy végződni, hogy a nyertes mindent visz, tehát mind a kettőnek azért jut, azért ez meg az majd a végén. A Polkadot az elmúlt néhány év, a Polkadot legalább jó néhány évvel már most az Ethereum 2.0 előtt tart. Feltételezve, hogy minden a terv szerint fog alakulni, a hálózatok... Igen, interoperable más blokkláncokkal is együttműködhető alapot tudnak majd így felépíteni a következő generációs decentralizált applikációk és decentralizált pénzügyi protokollok számára, támogatva a nagyobb adatátvitelt, hogy nem lesz torlódás a blokkláncon, az alacsonyabb díjakat, és a kiterjeszthetőségét a szintén kiterjesztett blokklánc használathoz. Na nézzük tovább. A stabil kripto USDC elindult a Hederán, hát jó, ez kb. Ennyi. A Hedera is azt tűzte ki cél, hogy elindítja a fejlesztését a saját decentralizált a DeFi környezetének. És ami viszont kemény, hogy a Hedera, hát ez jó, ezt eddig nem is írták, ez nagyon durva, hogy 2,5 billió dolláros ökoszisztémára annyit költenek, hogy annyi projektet akarnak vásárolni, meg fejlesztőt, meg mindenki, hogy menjenek már hozzá, hogy is a projektek. Ez nagyon kemény, mert nem is tudom kihoz a... Ki volt a múltkor 400 millióval, de a Binance az egy... 400 millióval volt valaki, a Binance 1 billiót tolt bele, hogy fejleszék az hálózatot. Ja, az ada jött a 400 millióval, ada van 400 millióval, meg afrikai projektekben, aha. Vagy egy billió, ő is 400 millió, csak az a része. Na minden, az a lényeg, hogy itt még ezekre is ráver a Hedera, most 2,5 billiót írnak, itt az nagyon kemény. Meglátjuk, a végén még lesz valami Hederából, bár én még mindig azt mondom, hogy még a blokkláncokat se autóztuk ki, egész évben nem nagyon volt igény, egyáltalán nagyon stagnált a Hedera. Az már nem is blokklánc a Hedera, az egy hashgráf. Na mindegy, akit érdekel, nézzen utána. Tovább. A Gánai Központi Bank együtt jó. Központi bankok digitális pénzét akarnak Gánába is csinálni, hogy egy zöld dolgot ki tudtam belőle emelni, hogy legalább az offline felhasználók is el tudják érni, itt eznek még van is értelme, mert hogy a gánaiaknak a nagy része 2019-es kimutatás szerint a lakosság 84%-ának van árama, miközben az ország a lakosságnak a felének még nem volt hozzá internet hozzáférése 2019-ben. Hát azért lassan attól is 3 évre vagyunk, de hogy ezek a helyzetek itt Gánában. Na jó, nézzük tovább. Jó, ez kit érdekel. Irán is központi bankok digitális pénzét akar, hát csinálják, parasztvakítás az egész. Jó, tovább. Elértük, amit... Hol a felső vonalam?
Na, hát jó. Na, ott van. Ja, hát előbb eltűnt a felső vonalam. Vagy más nézetben volt, lehet egy órás volt. Nem, mindegy. Na jó. Megjöttünk 66.260-nál a dolláronál. A bitcoin 3%-ot nőtt. A mai nap folyamán átütötte a világ legmagasabb árát, ugyebár ezt a 64.895-öt. Úgyhogy szépen megyegetünk felfelé, repül, úgy el van szállva a 20 napos mozgó átlagtól, hogy irgalmatlan, kíváncsi leszek, meddig fog még felfelé menni. Az RSI az 78,45-ön, mindegy 78,4 körül, 78 félen. Hát még egy 88-at, még talán 90-et is, ahogy most irgalmatlanul megindult a piac, még annyi, és akár lehet, mehet bele, mielőtt visszafordulunk. Hát most már szerintem fel fog menni 70-80 közé, mielőtt korrekció lesz benne, de meglátjuk. Azt mondja, hogy szépen kikerült legalább a szövegemet, ahogy azt vártam előre. Azt mondja, hogy ahogy El Salvador-dál is csinálta, bár az azért furi volt, azt annyira nem vártam, de csak így lett a vége. Jaj, már tolja össze El Salvador-t, mert nyomja ki az árat, most már magasabban van, mint az előtt volt. Jó, azt mondja, hogy kb. Egy világ magasabb árán vagyunk a bitcoinnal. 4 órásban így néz ki a történet, úgy nagyjából, ahogy behúztam a vonalkámat, úgy pattorászik. Hát lehet, hogy most akkor visszapattan. A fene tudja, mert most az is lehet, hogy nyugodtan vissza. Jó, ez vonal, nem vonalat akartam, mert mi nem... Mit csinálok? Pillanat. Nem egyenes vonalat akartam, hanem rajzolni. Tehát most az is lehet, hogy most lejön itt az alján, megint pattan egyet, és akkor hú, visszaesünk 62.000-re, és majd onnan megyünk felfelé. Meg az is lehet, hogy átüt itt az egészet. Bár most itt nagyon-nagyon megfordult, hát itt látszik, hogy a zöldből átváltott pirosba már elindult visszafelé. Valószínűleg egész jól rajzoltam be megint a trendet. Trendzónát. Oké, azt mondja, hogy ezt a csatornát 4 órás, 1 órás, 15 perces nézet. Hát meg a másik legalább most csak a 65-re jöjjön vissza. Erősítse meg, kapaszkodjon meg, támaszkodjon meg rendesen a 65-ön, és akkor utána irány 70. Az lenne szerintem a legkézenfekvőbb most. Jó. Azt mondja, na jó, ha már kattintottam, nézzünk meg kifelé is. Heti gyertyánk 7,5% pluszban, a havi gyertyánk pedig 51% pluszban van már az október hónap. Na jó, vissza napiba, és akkor nézzük is tovább egy mentés, körülöttünk mi a helyzet. Az arany próbálkozik fel megtartani magát, 1081 előre még mindig még próbálkozik, 1783,5 dolláros áron kapott egy unci arany, közel 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Próbálkozik, de nagyon gyengusz egész évben. Tovább az S&P 500 4532,8 dolláros áron kapható, 0,3%-ot nőtt a mai nap, na, megint all time high lesz. Ó, na hát, vagy egy hónapig nem volt all time high az S&P-ben, most akkor megint indulhatjál, hogy ide héten kétszer all time high lesz az S&P-ben. Tovább a Bitó, meg hát a 40,88-ra, ahol tegnap indult, olyan szépen megnőtt, hogy induláshoz képest hol tart? Mindjárt mérek egyet pillanat, így, na, ja, oké. Okay. Tegnap induláshoz képest már 6%-ot, fú, 5,9-et nőtt. Hagyományos tőzsdén, ahol 0,2-ket, meg 0,8-okat mennek a dolgok, hát ez irgalmatlan nagy, ez a 6%, mert ma is nőtt 3%-ot. Na jó, tovább, igen, bitcoin, jó, nézzük is, mi a helyzet továbbiakban. Jaj, nem, vagy, de, na, majd későbbiak, nem most valamit végszemezgetni, de, legyen annyi, hogy ki... Ki a napgyőztes? Ezt majd el kell döntenem, hogy mikor akarom mutogatni. A lényeg, Solana már beindult, már végre, nem tudtam, mi a jóisten szenvedett itt 150-nél napokig. Végre már megindult, már 170-en van, úgyhogy 9,5%-ot nőtt is. Jaj, de jó, már Axi is megyeget tovább. Kik még? Azt nézem meg, kinőtt ilyen 10% környékit. Jó. Másik, a DEG, a Constellation, az 0, vagy ezért 14%-at. Jaj, nagyon lent volt a 200 napos mozgó átlagán, az nem túl jó jel, úgyhogy azért is nőtt ekkorát, úgy látszik. Meg ez a CTSI, ezt valamikor valamiért felvettem, lehet, hogy lesz belőle valami, akár nézzetek utána, én még nem tudtam bele a portfólióba, de meg egész combosat nőtt 24%-ot. Jó, többiek úgy olyan nagyot nem mentek. Jó, oké. Azt mondja, hogy lassan már kezd, mert egy picit már erősödnek legalább az altok is végre már. Úgyhogy remélem már nagyobb százalékok lesznek, visszatér a portfólió legalább az egy bitcoinra, lassacskán az elkövetkezendő hetekbe. Meg ilyenkor, amikor kirúgja magát a bitcoin, utána egy kicsit pihenget, itt izé oldalazni szokott egy kicsit, és akkor amíg ő oldalazik, itt el van magának, addig az altokba tolják át a pénzeket, és akkor már rögtön nőnek felfelé, utána meg megint indul újra a sztori felfelé. Na jó, oké, nézzük tovább. Azt mondja, hogy na, helyre, már most már a rend, mert ez azért erős, hogy ennyien keresnek rá szerintem.
Tegnap kicsit izé falsot mutatott a dolog. Így van, na most már rendben van. Jaj, de vakon vannak a népek! Azt a büdös! Nem, hogy felfelé, de még egy kicsit, még nem, hogy stagnál, még egy kicsit visszaesett, még kevesebben keresnek a Bitcoinra, a Google mint tegnap, meg a kriptóra, meg ezt a szavakra. Hát ez még mindig sehol a FOMO. Tényleg lehet, hogy 100 000-nél fog bekapcsolódni a FOMO, és akkor úgy felrántják utána 150-200 000-re, mint az állat. Hát most csak a kis emberek nem is nagyon, aki nincs benne komolyan a piacba, meg nem figyeli itt a híreket folyamatosan napi szinten, csak úgy majd az utcán hallja valakitől, az akkor lehet, hogy csak 100 000-nél fog bekapcsolódni, az akkor ugranak bele. Na jó, egyelőre egész szépen haladunk, így is úgy is felfelé. A piaci értékeket nézzük, azt mondja, hogy az Ethereum megelőzte az Alibabát, az Ethereum a 17. helyen, 480 billió dolláros a piaci értéke, na végre 4000 fölött, 4069 dolláron kapható az Ethereum. Hát Jim Cramer meg eladta 20%-et a reumát. Most mi őt megyünk fel, hogyha úristen. Na jó. Bitcoin tartja a 8. helyét, de már jó, már nagyon az ezüst. A világ összes ezüstjének a nyakán van. Mennyit kell nőnie? Azt mondja, hogy 120 dollár. Ó, 10%-ot. 10%-ot nő a Bitcoin, vagy 66-on vagyunk. 72-73 ezer dollár környékén, mikor oda érünk, akkor már a 7. helyen lesz, és sokkal többet fog érni maga a Bitcoin, mint a világon lévő összes ezüst. Jó, jelenleg nem kettő, majd ott is leszünk, de egyelőre még 1,25 trillió dollár a Bitcoinnak a piaci érték, és 66.267 dolláros áron kapható. Bocsi, mit jelent ez magyar forintban, akkor 20 millió fölött vagyunk. 20 millió 578 ezer forintot ér egy darab bitcoin jelenleg. Na, elkezdtem csuklani, nem áll. Tovább azt mondja, hogy teljes piac, na végre, hát még mindig light, de legalább 100 billiós kereskedelmi mennyiség megvan a kriptóban az elmúlt 24 órában, kezdeget itt is visszatérne a dolog. A kriptoállatok összpiaci értéke, hát ez megint a világ legmagasabbán, ilyen még sose volt. 2,6 trillió dollár, 2,63 század a kriptovaluták összpiaci értéke. Tyú, hát a fasorban nincs már lassan az Apple. Ja, 2,4 trillió az Apple, a világ legnagyobb cégének a piaci értéke. A kriptovalutákat, ha egy csokorba veszük, már rég túllőtte már 2,6. Oké, ebből a Bitcoinnak a piaci részesedése 47,5%, az Ethereum 18,3%. Akkor 65,834,2% van a többi kriptóban, a teljes piac 5%-ot nőtt a mai nap folyamán, és akkor 24 óra alatt a top 30-ból kinőtt mondjuk 10%-ot. A Solana 9 és felett, a Polkadot 9 és felett, a Terra Luna 12 és felett, a Litecoin 10 és felett, a Litecoin mire nőtt? Ennyit. Jó, mondjuk neki jön majd a számítási új bányászgépe következő hónapban, háromszor gyorsabb lesz, mint az eddigiek. Litecoin amúgy se úgy, de Béla de gyűlöli, bányászta nem tudom, évekig a Litecoint. Látja, hogy mennyire de irgalmatlanul nem ajánlja senkinek, nekem sincs benne a portfólióban. Már mindegy, már azért nőtt 10%-ot, jó. Az nem nőtt annyit. Kb. Ennyi. Hát még itt akkor a végére, jó, az FTX token nőtt 8,5%-ot, hogy majdnem 10-est még itt a végére. Hogy mondjak? És akkor tovább DeFi lám, a DeFi mennyi tőke van lekötve, tegnap még csak 216 billió volt, ma pedig már, hát ha most több lett, jó, 233 billió van már lekötve DeFi-ban. Itt toppon az AVIA körve Maker, őket követi a Compound, Yearn, Finance, Sushi Pancake, Uni és AnySwap-ok. Nézzük tovább, a Habélánál altos hírek, egyszer a... Igen, most már Luna is felment a Solanára. Igen, Terra Luna most már a Solanán is elérhető, már nem csak az Ethereum, Terra, Binance Coin, Solana, már mindenki kb. Össze van kötve, a Wormhole, a Solanának a Wormhole-án, a féreg lyukán keresztül, most már a Terra Luna is bekapcsolódott itt a képbe. Azt mondja, hogy a Cosmos el fog indítani, lesz egy Sagania, a Sagan az olyan lesz, mint a Polkadotnak a Kusama, ez lesz a teszt környezete a Cosmosnak. Úgyhogy ezt a Sagant majd ebbe is, ezt is lehet akár nézegetni, hát egyelőre még a Cosmos is hagy megyegessen. Na jó, oké, itt fognák a teszteket végezni, Maticnál pedig mi is volt? Nagy tranzakciók, szociális volyó mennyiség, jó, a Maticnál olyan nagyon nem volt, megy a Matic kb. Annyit mondtak róla. Oké, nézzük tovább, Coinbase-en jön neki valami újdonság, hát nem hiszem, mert tegnap kidobtak megint vagy három kriptót. De megint itt van valami. Mi az, hogy plusz?
ASM. ASM, tegnap nem volt ASM, nem emlékszek, több betűsek voltak. Mi az az ASM, ami ma hoznak? Mi a jó Isten az ASM? Egyáltalán. Na jó, mindjárt megnézem. Kriptó-e vagy mit csinál? ASM. ASM, Assemble Protocol. Akkor most ez is kijött. Befelé már lehet, igen, az ASM-et nyomni a Coinbase-re, ennek sincs úgy látszik ikonja. Hát jó, ebben nem sok semmi, ebbe ennyi. Ugyanott vagyok, ahol indultam. Ja igen, mert nem enged most már belépni, amíg nem regisztráltam Twitterre. Majd egyszer már azt is meg kell csinálni, nem baj, majd amikor reméljük nem sokára nyugdíj vagyok, olyan apróságokkal is tudok foglalkozni, hogy Twitter is legyen. Na jó, ASM, nézd már meg az ASM, mert hát nem tudom, hogy erre gondolnak, hát gondolom erre gondolnak, mert rövidítés az ASM. Jó, 191%-ot nőtt ma. Atya, hogy nézel ki, gyerek? Jaj, ma jött ki az egész, és ma lőtt ki az... Jaj, nagyon szarul néz ki, nagyon gatya, az éve feljött, most megtolták az áram, irgalmatlan szar, közelében nincs a májusi árának. Jó, semmit nem tud, 521. helyen van. Van plafonja, az oké, a felek is bányászva. Az is oké, 66 millió a piac értéke, az egynek elmegy 100 alatt, azért nem túl stabil. Nem túl biztos. Ugyanennyivel kereskedtek is vele 24 órában, de nem írják, hogy mit tud. Assemble az összeszerelést jelent. Összeszerelő protokoll. Na, kórai, aha ez a kórai lesz, meg két nyelven van, kóraiul, meg angolul. Integrációs mágnes, blabla, mit csináltok ti? Aha, so, ja, jó, ezért, aha, lehet vásárolgatni itt ezért rajtuk keresztül, meg ilyesmi, valamilyen bolt. Úgy néz ki. Missziónk. Semmi speciális szó, csak ilyen általános. Hát jó, kriptóval lehet rajta keresztül vásárolni, kb. Ennyi a lényegek. De túl vannak csicsázva ezek a magyarázások, a lényeg meg nincs benne. Aha, itt a dél-koreai csapat, tanácsadók. Jó. Hát úgy valami, na, mi nézzük, mi hopp, egyszer, jövő évre még ők sem mondanak semmit, ezt nem tetszik, hogy már régen negyedik évben vagyunk, és miért a harmadik piros itt, azt se értem, na mindegy, és akkor miért nincs, hogy mit akarnak csinálni 2022-be. Jó, attól függetlenül még akár lehet valami, hát olyan irgalmatlan nagy partnereik, az Oracle, az hatalmas cég, egy óriás van, nem tudom mennyire vannak partnerségben, mennyire nem, többi az annyira nem ismert, nagy kínai cégek lehet, vagy dél-koreaiak lehetnek ezek. Na jó, oké, hagyjuk, túragoztam, oké, kijött egy ilyen ASM, hát húj, nem tűnik valami nagyon irgalmatlan stabilnak. 190%-ot egy nap alatt, jó, utána megesik majd össze, a francia tudja, jó. Nézzük tovább. Mi a trendi a CoinMarketCap-en? Arriva, hát az még mindig itt van, nekem még mindig nem fogott. Jaj, szerencse, disznó, az biztos, hogy szerencsejátékos. Doji Lomas, Babycare, szerencsejátékosak, Empire Token, az mit csinál? Birodalmi Token. Jó, egy 2830. helyen ennyi, nem elég, mert egyes, hogy semmit nem tud, meg nincs piaci értéke, de meg akarom nézni, mi a jó Istentől száll az égbe, a semmitől száll az égbe. Ilyen valami NFT is, meg média, meg P, mert hát médiából érte Teta sokkal komolyabb, NFT-ből ott az Axi sokkal komolyabb, meg a Chili's is határos esetben, paymentből, meg fizetésből, azt nem is tudom, fizetési felületen van, az a Flexa, meg ilyesmik a fizetések. Részletkérdés állt, 2000, akárhogy 2800-dik nem érdekel. Rainbow Token, szerencsejátékos, Binance Coin van a portfólióban, Solve, megoldás, mit csinál a megoldás? Solve, 313. helyen, hoppá, helyez, volt egy, csak kukoidon kapható, valami egészségügyi, hogy hívják, kórházas kriptó, annó irgalmatlanul ment felfelé az ára, csak kukoidon lehetett kapni, a Mediblock, itt a Mediblock megint az első helyen. Na, a Solve már a második, lehet, hogy fel fog érni a Solve a nyakára, hol lehet a Solve-ot kapni, meg mit csinál a Solve, mennyire megy, mutasd magad? 0,4, puff, 200%-ot nőtt az elmúlt 24 órában, van plafonja, az jó, 167 millió dollár a piac értéke, az egész jó, júj, ami irgalmatlan jó, hogy 5-ször annyit kereskedtek, adtak, vettek az elmúlt 24 órában belőle, teljes képet nézzük, jaj, ez nagyon kemény ez a növekedés itt, ez nagyon erős, egy nap alatt 200%-ot, az brutális. De nem tudom, nagyon pump and dump sémás, felmegy, lemegy, semmit nem csinál, felmegy, lemegy, semmit nem csinál. Így néz ki, pedig akarnék valami kórházas kriptóba is fektetni be egyszer. Jaj, ez megint csak a KuCoinon van, meg a Bittrex-e, hát akkor nem.
Nem tudom, nem igazán, nem igazán. Olyan min ez, mint a Mediblock kb. Azt is szarrátolták, utána meg szakadt befelé. Mediblock-ot nézzük meg, hogy mi az élete. Jó, hát a Mediblock csinálta ezt, hogy felment az egekbe, itt néztem, hogy jaj, mondom, kicsit visszajön, itt lehet, hogy kéne venni, csak nem vettem meg, csak kukajnom, azóta visszaesett a padlóra kb. És oldalazik azóta is. Hát ez hasonszűrű szitu lehet. Az már alapból már az is gyanús szokott lenni, hogyha valami nincs fent a Binance-en vagy a Coinbase-en. Úgyhogy jó, mégse szeretnék egyszer ebbe is fektetni, egy ezért egészségügyi kriptóval, de egyelőre még nincs belőle komoly, úgy látszik. Na nézzük tovább. A Doge Dash, hát persze szerencsejátékos, Cardano pedig van a portfólióba, Daddy USD, Baby Doge Money Maker, Notes 67, Cat Girl, ezek mind szerencsejátékos, Epic Hero 3D NFT, és egész jól tartogatja magát. Rich Croc, French Connection Finance, Bigfoot, ezek mind szerencsejátékosak, a Blocktopia az mi szerintem ez is, az a fekete ikonjával, senki nem fogja még megnézni se 2700. helyen. VR, virtuális reality, de arra is virtuális valóság, arra is van más, nem megbrik, van már másik blokkláztak a neve, aki azzal foglalkozik, meg az Audival leszerződtek, hogy csinálják neki a virtuális valóságos dolgokat, meg ez nem az, de az sem ment annyira, nem, hogy ez a Blocktopia, jó. Aurum, az meg azt is néztem szerintem az utóbbi időben, de nem ragadt meg, nem érdekelt annyira, hogy fúj, 4000. helyen hagyjuk is. Atya úristen. 70.000 dollárra kereskedtek, atya, fúj, kb. Én most meg tudnám venni az egészet egybe. Ilyen kis szarokba, hát ha én meg tudnám venni, fel tudnám tolni az egésznek az árát 200%-kal fél perc alatt, akkor mások mennyire tudják manipulálni szerintetek az ilyen aprókat. Na jó. Azt mondja, hogy oké, jaj, elértük a végére. Jó. Megmutogat. Na, most már, jaj, de jó, Szolon a 172, de végre húzzunk, menjünk fel a 200-ra, mert itt van már az ideje Szolonával 200-on lenni. 10,5%-ot nőtt. Oké, ezt már elmondogattam ki, ja, napgyűztese, nem a Szolona, talán valaki más lett, de a komolyak közül Szolona ment a legjobbat. Jó van, nagyon szépen felmentünk, úgyhogy királyság volt, már egy zsír. Na jó, köszépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!